Kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást az Önkéntes Központ Alapítványnak, aki egy régi partnerünk, és nekem egyébként korábbi munkahelyemen is, és most is volt már lehetőségem közösen gondolkodni, meg dolgozni Andrásékkal, úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek. Antoniának a rövid felvezetése annyiban kiegészítendő, hogy nem csak a kreatív gazdaságról tudunk ma beszélgetni talán egy kicsit, hanem arról is, hogy az államnak mi a szerepe és mi a potenciális lehetősége az önkéntesség, és ezenből is elsősorban a karitatív munka kapcsán. Engedjék meg, hogy mindenek előtt 5 mondatban összefoglaljam, hogy mivel is foglalkozik a Design Terminál. Munkatársaim Kata és Zsolt mindenkinek a székére elhelyeztek egy rövid összefoglalót a tavalyi évünkről. Igaz, hogy ez a kiadvány csak 2014-ről szól, de valójában elég jól kapszulába zárja és összefoglalja azt, hogy mit is csinálunk. Mi kreatív gazdaságfejlesztéssel foglalkozunk, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozunk. Évente nagyjából 400 olyan induló kreatív vállalkozás van. Formatervezők, dizájnerek, divattervezők, technológiai cégek alapítói, jellemzően fiatal vállalkozók, akik valamilyen területen kompetenciafejlesztésre szorulnak. Az üzleti modellfejlesztés, a márkaépítés, a szabadalmi jogok, az iparjogvédelem, a szellemi tulajdonvédelem területén, vagy bármilyen más területen, ebben segítünk nekik, mentorálunk, konzultációt biztosítunk számukra. Ezen kívül hazai és nemzetközi iparági szakkiállításokra, vásárokra visszük el őket. Emellett kutatunk is, és oktatunk is, oktatjuk terveink és reményeink szerint a következő generációját a kreatív vállalkozásoknak. Mindezt egyébként azért tesszük, mert a kreatív gazdaság, mint ahogy a nemzetközi szakmában sok szó esik róla, a járműgyártás és az építőipar után ma Európában a legdinamikusabban növekvő gazdasági szegmens. Egy ennél az általán felsoroltnál szélesebb skálán értelmezett kreatív ipar, az előadó művészetektől az ipari formatervezésig tartó szegmens, az ma a legdinamikusabban növekvő ágazatok között van, és ráadásul ez egy magas hozzáadott értéket előállító ágazat. Ez azt jelenti, hogy megfelel annak az európai ambíciónak a kreatív gazdaság fejlesztése, hogy minél több értékes, megtartható és valódi minőséget előállító munkahelyet hozunk létre Európában, hiszen a dömpingben, a tömegáruban és tömegszolgáltatásban kevésbé tudjuk felvenni a versenyt a világ olcsóbb szegleteivel. Szóval a kreatív ipar egy fontos és dinamikusan növekvő ágazat, mi pedig mikroszinten, a kisvállalkozások szintjén ezt az iparágat szeretnénk és próbáljuk segíteni. És úgy döntöttünk annak idején, amikor a Design Terminál létrejött, hogy emellett egy nagyon fontos szerepet szánunk a stratégiánkban és a mindennapi működésünkben az önkéntességnek is. Miért tesszük ezt? Talán ennek a megértéséhez közelebb visz minket az, hogy a Design Terminálról, mint egy szervezeti kísérletről gondolkodunk. Mi nem egy átlagos állami hivatal szeretnénk lenni, hanem szeretnénk újraértelmezni azt, hogy hogyan kell működnie az államnak a 21. században. Aki olyan cégeknél dolgozik, mint például akinek a székházában ülünk most, az pontosan tudja, hogy ez egy napi szintű kihívás Washingtontól Szingapúrig. Hogy az állam nagyon-nagyon nehezen tartja a lépést, a bürokráciája, a szabályozottsága, rengeteg sok lassító, tehetetlenségi nyomatékot szülő tényező miatt a világgal, miközben a bürokrácia természet az elmúlt évezredek során valami keveset változott, közben a pénz, a tehetség, a tudás, az információ közben sokkal gyorsabban áramlik. Tehát kihívások övezik az állam működését talán sokkal inkább, mint valaha, és ma az állam valahogyan centralizálni szeret. Ezt azért mondom, mert volt már az állam erős úgy is, hogy nem feltétlenül centralizált. Nem szeretnék nagyon hosszú távú fejtegetésekbe belemenni, különösen, mert nem akarom a nekem szabott időkeretet túllépni, de emlékezhetünk a nagy hódítások vagy a gyarmatbirodalmak idejére, amikor az állam bátran szervezte ki az innovációt cégekbe, a holland kelet-indiai társaságba és hasonló vállalatokban. Ma kevésbé bátor az állam, szereti magához igazán közel tudni azt, amilyen van. És a bürokrácia olyan, mindig olyan volt, és ma talán minden korábbinál olyanabb, hogy szeret saját magával foglalkozni. És nagyon hamar eljön az a pillanat, és ez egy multicégnél és az államnál is hasonló, amikor az államnak és a bürokráciának az elsődleges tevékenysége saját maga fenntartása lesz. Problémákat generál, hogy aztán azokkal foglalatoskodhasson, és persze fél attól, hogy megoldódnak, hiszen akkor nem lesz feladata. És a Design Terminál
Nál sejtjük azt, nem merném kijelenteni, hogy tudjuk, de sejtjük, meg egy picit reméljük, hogy most van egy momentum, nyílik egy ablak, amikor ezt újra lehet gondolni. Ránk kényszeríti ezt. Elsősorban a technológiai világ változása. Amit látnak itt, az egy kicsit ellentézise a piramisszerű állami bürokráciának. Ez a design terminál szervezeti rajza, és akit a közepén látnak, az a félreértések elkerülése véget nem én vagyok, hanem a vállalkozó, akiért dolgozunk. Nálunk a szervezeti ábra az nem csak egy technikai rajz, amit a fenntartónknak leadunk, meg amit az SMS-ben feltüntetünk, hanem egy filozófiának a leképezése is a szószoros értelmében. Az ember áll a közepén, akiért a szervezet működik. Őt veszik körül a szolgáltatásaink, a kompetenciáink, amiben mi segíteni tudunk neki. Ő egy fiatal magyar vállalkozó, akiről azt gondoljuk, hogy ha már élete egy bizonyos pontján úgy döntött, hogy itthon fog vállalkozni, birkózni fog azokkal az akadályokkal, amik ma egy fiatal vállalkozó előtt tornyosulnak, akkor érdemes neki jó minőségű, ingyenes szolgáltatásokat adni. Róla szól szervezeti ábránk, és körülötte a szakterületeink a digitális gazdaság, a városgazdaság, a newcraft, tehát a klasszikus szűkebb értelemben a design terület, és körülötte a szolgáltatás, konzultáció, a mentorálás, a rendezvények, a kutatás, oktatás és a befektetési mediáció, hogy a legígéretesebb cégeknek befektetőt is szerzünk, ezek veszik ott körül. És mindez kell, hogy kiszolgálja a működésünk, a pénzügyek, a PR és a kommunikáció. Azt akartam csak érzékeltetni a szervezeti ábránkkal, hogy nem egy klasszikus működésbe próbáljuk mi beilleszteni az önkéntes tevékenységünket, hanem az egészet, ahogyan dolgozunk, próbáljuk meg újra gondolni. Nem tűnik egy rocket science-nek ez az ábra, de fontosnak tartom, hogy a munkatársak fejében is ott legyen, és amikor a design terminálra gondolkodnak, akkor ne az ő pozíciójuk legyen a középpontjában ennek. Ne a pénzügy, ne a gazdaság, ne a saját szakterületük, hanem az, akiért dolgoznak. Még egy fontos adalék, a design terminál az egy Y-generációs ügynökségnek is tekinthető. Egészen egyszerűen az átlag életkor miatt, nálunk nagyjából 30 év az átlag életkor. És ez azért fontos, mert nagyon izgalmas tanulmányokat lehet olvasni a világban arról, hogy az Y-generáció hogyan működik a munkaerőpiacon, miben más, miben könnyebb, miben nehezebb eset, mint a nála idősebbek. A fiatalabbakat nem mondom, mert azok még sokkal nehezebb esetek lesznek, mint mi. Az Y-generációnak nagyon fontos tulajdonsága az, hogy szemben a vele kapcsolatos sztereotípiákkal, meg azokkal a félelmekkel, amikkel a 90-es években a szüleink körülvettek minket, nem a tárgyak felhalmozása és nem a vásárlás vég nélküli hajszolása a fontos számunkra. Nagyon egyértelműen kimutatható, hogy a tulajdon szerepe változóban van a világban, és az Y-generációnál mutatható ki először egy nagyon éles trend, ami szerint a fiatalok azok elsősorban élményeket szeretnek vásárolni, és nem pedig tárgyakat. Ez az önkéntesség kapcsán nagyon fontos tényező lesz. Nagyon fontos tényező lesz. És a másik, szintén az Y-generációra szóló tanulmányokban visszaköszönő mintázat, az az, hogy az autoritást azt nem annyira szereti elfogadni ez a nemzedék, illetve nagyon szeret olyan rendszerekben működni, ahol lapos a szervezeti struktúra, és ahol, ha neki van igaza, akkor ugyanolyan esélye van befolyásolni egy döntést, mint egy fölötte állónak, aki esetleg téved. A mindenki egyenlő eséllyel indul megélése, az erre való vágyakozás, ez egy fontos adaléka megint csak az önkéntes, elkötelezett önkéntes szerepvállásnak. De azt akarom csak mondani, hogy nekünk van egy szervezeti kísérletünk, ami úgy alakult, hogy jellemzően Y-generációhoz tartozó emberek alkotják, és az a sejtésem, hogy pont ezért is nagyon alkalmas a mi közösségünk arra, hogy önkéntességhez kapcsolódó projekteket próbáljunk ki és valósítsunk meg benne. Miért foglalkozunk önkéntességgel? Alapvetően három oka van. Az első az, hogy jobb az embereknek, jobb a munkatársaknak, hogyha önkéntes programokban vesznek részt. A második az, hogy jobban dolgoznak tőle. Egészen egyszerűen a teljesítményük javult tőle. És a harmadik az, hogy olyan problémákat
kérdéseket, kihívásokat találhatunk meg az önkéntes szerepvállalásunkon keresztül, amiket korábban nem tudtunk. Márpedig, aki vet egy pillantást a design gondolkodás, a design thinking fogalmára, vagy arra, hogy a design fogalma, amivel mi egyébként foglalkozunk, az micsoda változáson megy át ma a világban, akkor látni fogja azt, hogy egyre inkább a szociális, közösségi kérdések megoldása felé terelődik el a design fogalmának a fókusza. Magyarországon még picit a 40-es kötőjel 70-es évek világában élünk, amikor a design az egyenlő volt jól kitalált asztali lámpákkal, sarok bútoregységekkel, stb. Ez továbbra is design, semmi gond. Ez fontos dolog, befolyásolja az életünket, legyen jól kitalálva az a környezet, amiben dolgozunk. De sokkal több mindenre jó a design. És ma már nagyon kevés olyan szakterület van, ahol nincs vagy nem lehet szerepe a design gondolkodásnak. Elég csak a szervezeti felépítéseket számba venni, vagy éppen a service design, a szolgáltatás design fogalmát, amik ma már, és nyilván az önök többsége szemre is közhely számba vennek. Szóval azt gondoljuk, hogy olyan problémákra tud rávilágítani az önkéntes munka, ami utána a szakterületünkön is fontos problémaként jelenik meg. Fogok erről majd egy kicsit többet beszélni. 2013 végén, 2013 elején kötöttük stratégiai partnerségünket az önkéntesség területén a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. Egy partnert keresünk, akivel stabilan az év egészében meg tudunk valósítani önkéntes programokat. Miért pont ők, meg egyébként miért csak egy partner? Nyilvánvaló, hogy optimalizálni kellett. A szervezetnek van erőforrás arra, hogy figyeljen, felvállaljon egy fontos önkéntes szerepet, de ahhoz, hogy ezt optimalizálni tudjuk, ahhoz a legjobb az, hogyha van egy megbízható partnerünk, aki rendszeresen tud nekünk magas minőségű, kellően civilek vagy, ha tetszik, amatőrök számára, autodidakta önkéntesek számára is feldolgozható feladatokat, kihívásokat támasztani. Az Ökumenikus Segélyszervezetet azért kell, hogy dicsérjem ezen a helyen, mert nagyon jó partnereink ebben. De először is egy komoly nemzetközi beágyazottsággal bíró szervezetről van szó, azaz el tudjuk nekik hinni azt, hogy amit elénk tesznek lehetőségek, ebben és ebben ilyen és ilyen típusú önkéntességre van szükség, így és így, akár egy ilyen kis csapat is, mint ti, el tudtok érni valami változást, azt el tudjuk hinni. Egy olyan szervezet, ami ott van Afganisztántól Romániáig, Magyarországtól, közel-keletig számos országban, van egy hitelesség, egy iparági látása, látja azt, hogy hol és milyen módon lehet érdemben segíteni, tudunk adni a szavukra. A másik az, hogy egy olyan szervezetről van szó, aki méretét tekintve már meghaladja azt, hogy amikor mi ráérünk, amikor mi oda tudunk figyelni, amikor mi erőforrást, figyelmet tudunk szánni az önkéntes munkára, akkor szinte biztos, hogy náluk is akad feladat. Ez könnyebbség, mert nem vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy amikor éppen megtehetnénk, amikor éppen erőforrást tudunk erre szánni, akkor éppen nincsen, vagy a közelünkben nincsen feladat. Földrajzi és időbeni összetettsége is azon a fokon van az Ökumenikus Segélyszervezetnek, hogy az ország több pontján az év teljes egészében tudnak nekünk feladatokat adni. Ez is sokban segít egy partnerség esetében. Szóval kötöttünk velük valamikor 13 elején egy együttműködési megállapodást. Kevés stratégiai partnere van az Ökumenikus Segélyszervezetnek, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mi lehetünk az egyik. Azt hiszem, hogy megértették azt a célkitűzésünket, és ezért mentek bele a velünk való szoros együttműködésbe, hogy mi egy elhanyagolt szférában, az állami szférában is szeretnénk ezen a területen mintát adni és előrelépni. Az első vállalásunk az volt, hogy minden olyan projektünkben, minden olyan tevékenységünkben, amiben potenciálisan bevétel realizálódik, akkor annak egy szignifikáns hányadát karitatív célra fordítjuk, de nem úgy, hogy átutaljuk nekik, hanem két módon. Vagy bevonjuk őket is kezdettől a projekt fejlesztésébe, és ott vannak képviselve egy karitatív lábat, vagy pedig mi vonódunk be nekik valamelyik projektjükbe kezdettől fogva, és mi költjük el náluk, rajtuk keresztül a megfelelő irányban azt a pénzt, vagy azt az erőforrást, amit felhalmoztunk. A másik vállalás, ami nekem egyébként ennél sokkal fontosabb, az, hogy a munkatársaink számára nyitott a munkaidőben az önkéntesség lehetősége. Ez egyáltalán nem a spanyol viasz. Számos cég
dolgozik így, és had ilyen lehetőséget a munkatársainak szerte a világban. Nálunk az állami szférában persze egy picit atipikus. A szabadságolás is máshogy van nálunk, hiszen nekünk az a fontos, hogy el legyen végezve a munka, és annyi munkát kapnak a munkatársaim, hogyha akarnának, se tudnának többet szabadságra menni, mint az nekik meg van engedve. Tehát ezt más logisztikai eszközökkel elérjük, hogy rendben legyen. Akkor is, hogyha nem egész nap azt adminisztráljuk, hogy ki van szabadságon is. De másrésztről ott van nekik hagyva a lehetőség, hogy részben szervezett keretek között, részben önszorgalomból az ökumenikus segélyszervezet bázisain, projektjeiben ott legyenek, részt vegyenek. Azt mondtam az előbb, hogy három okból fontos nekünk ez a partnerség és ez a fajta működés. Az első az, hogy az embereknek maguknak jó. Igen, tehát inspirálódni tudnak, ki tudnak kapcsolni. Lehet, hogy nem passzív pihenésről beszélünk, de az biztos, hogy egészen más impulzusok tudják őket érni, mint a munkában. És azt is mondtam második pontként, hogy jó a szervezetnek. Motiváltabbak és általánosságban tájékozottabbak azok a munkatársak, akik valamilyen önkéntes munkát végeznek a szabad idejükben. Minden szervezet specializálódik valamire. Nekünk is megvan az a néhány száz fős vállalkozói szegmens, akikkel foglalkozunk. Mivel velük konzultálunk, őket mentoráljuk, az ő tipikus problémáik válnak a mi munkánknak a fókuszpontjaivá. De ez nem azt jelenti, hogy Magyarországnak csak az ő segítése, támogatása a felelősség. Van még egy csomó probléma, kihívás, ami nem jut el hozzánk. Az, hogy ezeket megismerjük, hogy ők ezeket megismerik, az inspirálja őket, akár az élet tök más területein is. És a harmadik dolog, amit említettem, az az, hogy jó magának a szervezetnek is. Csak egyetlen példát szeretnék mondani, hogy van egy Hollis névre hallgató nyári egyetemünk. A Hollis szó, vagy a Hollis márkanév, az a holisztikus szemlélet. És ezen a nyári egyetemen a kreatív mentorálni, segíteni. Remélem, hogy most hallható? Oké. Tehát ezen a nyári egyetemen a következő generációját próbáljuk kinevelni a vállalkozóknak. Köszönöm szépen. Ezt úgy tesszük, hogy nagyon különböző hátterű pályakezdés előtt álló fiatalokat eresztünk össze, hogy közös terveken gondolkozzanak. Magyarországnak van egy olyan előnye, ami például sok startup fővárosnak a világban nincs meg, hogy nagyon különböző területeken van világszínvonalú, vagy legalábbis európai színvonalú oktatása és ezáltal tehetségbankja. Budapesten itt van a MOME, itt van a SOTE, itt van a BME, csak hogy hármat emeljek ki. Ennek ellenére ezek a fajta kompetenciák, ezek szubkultúrákba szerveződnek. Aki volt már BMS bulin, az pontosan tudja, hogy az egy fasiszta rendezvény bizonyos szempontból. De ez a momés rendezvényekre is igaz, tehát gyakorlatilag ott azonnal észreveszik, hogyha az ember nem oda járt, és nem azért, mert ismerik egymást, hanem nem csak azért, hanem azért, mert nagyon csak egymással ismerkedő szubkultúrákról van szó. Márpedig a sikeres vállalkozások ebben az évszázadban úgy jönnek létre, hogy nagyon különböző kompetenciák házasodnak egymással. Lásd az unalomig ismételt Prezi példáját, bár a Prezit nem ennek a kapcsán szokták leginkább emlegetni, de mégiscsak arra van szó, hogy egy építész, médiaművész, egy menedzser és egy programozó állt össze. Ez a sikerük egyik legfontosabb titka. Szóval a mi nyári egyetemünk arról szól, hogy szociológusok, mérnökök, dizájnerek, közgazdászok vannak együtt, és gondolkodnak együtt innovációt igénylő problémákon. Még nem feltétlenül üzleti problémákon, még csak társadalmi problémákon, ha csak idézőjelbe téve, amiből egyszer üzleti modellek is születhetnek. Nem tudom, hogy önök közül hányan olvasták vagy hallottak Peter Diamandis könyvéről, amelyik arról szól, ez az Abundance című könyv, ami arról szól, hogy a 21. század legfontosabb üzleti ötletei ott fognak létrejönni, ahol a legkomolyabb társadalmi problémák vannak. És ő azt a nagyon egyszerű receptet javasolja, ajánlja a figyelmébe a fiatal vállalkozóknak, hogy koncentráljanak egy olyan problémára, ami legalább 1 millió, de inkább 1 milliárd ember életét döntően befolyásolja, és abban keressenek üzleti feladatot. Hát egy kicsiben ugyanerről szól, ami Hollis nyári egyetemünk is. Minden évben van egy feladat, egy jellemzően lokális, helyi feladat, ami társadalmi problémában gyökeredzik, viszont azt látjuk, hogy hosszú távon lehet benne
üzlet is, kreatív gazdasági erőforrás. És ők ezzel foglalkoznak. És ki fogok lyukadni majd az önkéntességnél is mindjárt. Tavaly évben egy elhagyott ipari komplexum, egy kőszeg melletti nemezgyár revitalizációja volt a feladatuk. Kőszegen a város ipari termelésének a hőskorában 4 textilüzem is működött, ma csak egy félig üzemelő nemezgyár van, úgy, hogy egyébként a nemez az a luxusipar egyik nagyon fontos összetevője ma. Tehát a kőszegi nemezgyár lehetne akár nagyon sikeres globális beszállítója is luxusipari márkáknak. Azzal foglalkoztak a srácok tavaly nyáron Kőszegen, hogy hogyan lehet ezt a kapacitást felfejleszteni, a gyártóegység mellé laboratóriumot, oktatási központot is telepíteni, vállalható anyagi erőforrásokból azt fenntartani, működtetni, és egy egyébként 4 ország meccéspontjában álló és nagyon vonzó turisztikai desztinációt is jelentő településen egy európai minőségű beszállítógyárat létrehozni. Az idei évben arról fogunk gondolkodni együtt az Ajka kristály szomszédságában, hogy egy olyan céget, ami egykor nagyon sikeres volt, és beszállítóként ma is az, a Rolls-Royce-nak szállít az Ajka kristály. Hogyan lehet saját termékekkel, a bérgyártás mellett saját eszközökkel, termékekkel ismét világszínvonalú márkával fejleszteni úgy, hogy az ott meglévő, csak nagyon jelentős részben elbocsátott munkaerőt, aki a környéken ma dologtalanul van, az újraintegrálni lehessen az Ajka kristálynak a felvirágoztatásában. Nem olyan bonyolult dolog ez. Ilyen típusú manufaktúrák Észak-Olaszországtól Finnországig számos helyen működnek. És ha azt az összeget vesszük, amennyit gazdaságfejlesztésre tud fordítani Magyarország ebben az uniós ciklusban, akkor apró pénzből ezek fejleszthetők, és ezek design kérdések. Szociális problémák, képzett munkaerő munkanélkül egy konvergencia régióban, és design problémák, szervezeti design probléma az Ajka kristály oldalán. Gyártó probléma a kis design mikrovállalkozások oldalán, akik azt hiszik, hogy nem tudnak Magyarországon gyártatni, mert nem ismerik a Balatonbútort, vagy nem ismerik az Ajka kristályt, és még sorolhatnánk, pedig itthon is tudnának, nem kéne Kínában, itthon is lehetne. Szóval a gyártó probléma az ő oldalukon, és hát egy óriási elmaradt haszon ezeknek a 100-200 fős cégeknek az oldalán, akik ma a világszínvonalú márkák is lehetnének, ha akarnának. Ezekre a problémákra nem jöttünk volna rá, nem találtuk volna meg a közös gondolkodás alapjául akkor, hogyha nem megyünk el önkéntesnek évi 2 hétre fejenként a design terminál munkatársainként. És akkor foglalkozhatnánk továbbra is a szép házak, meg a Home magazin oldalainak a megtöltésével, mert hogy az a design. A design ennél sokkal több, és tök jó foglalkozni vele, és rájönni arra, hogy mennyi mindenhez járulhat hozzá. Nem csodaszerként, hanem hozzáadott értékként. Azt a néhány képet, amit hoztam, tényleg csak illusztrációként, a rendezvényeink, a trade show-ink, a fesztiváljaink, az eseményeink, az oktatási és egyéb alkalmainkon készült felvételként hoztam. Ezeknek tehát a bevétele, vagy a bevétele fordítódik karitatív célra, vagy mi adjuk hozzá ezt az értéket valahogy már meglévő kreatív ipart is valamilyen módon megmozgatni tudó önkéntes projektekhez. És hát nagyon fontos az, hogy a munkatársaink számára egyébként nagyon terhelt időszakokat, mint például az évvégi hajtás is sokkal élhetőbbé, szerethetőbbé tesz az a fajta munka, amit a partnereinkkel végzünk. Végezetül zárásként csak egy nagyon egyszerű ötlet, és annak a tovább gondolása, hogy hol tartunk vele most. A Hello Wood alkotó csapatával közösen valósítottuk meg tavaly az Erzsébet téren ezt a tűzifából készült installációt. Talán önök közül többekhez eljutott ennek a híre. Ez röviden arról szól, hogy tűzifából építettünk egy olyan karácsonyfát, ami heteken át látogatható volt, és aztán ezt a tűzifát, ezt jótékony célra ajánlottuk fel. Ugye családok, rászoruló családok január-februári fűtési szezonját próbáltuk meg könnyebbé tenni vele. Most, hogy hogyan működik ennek a multiplikátor hatása, természetesen azért ez nem egy égigérő fa volt, és limitált volt azoknak a családoknak a száma, akiknek segíteni tudunk vele, de annyira népszerű volt, hogy ugye a Brit Metro magazin, vagy a Daily Mail is írt róla,
nagyjából 500 000 megjelenés volt világszerte ennek a fának. És ez oda vezetett, hogy multinacionális cégek, nagyvállalatok tucatjával jelentkeztek be, hogy ilyen fát ők is szeretnének 2015-ös szezonban. Az idei évben úgy fogjuk tudni továbbvinni ezt az eszközt, hogy ilyen fákat lehet majd vásárolni. Minden cég vehet majd magának tűzifából készített karácsonyfát, és azoknak a családoknak a száma, akiknek a magyar piac az állammal, a civil szférával, vagy egy alkotócsapattal, mint amilyen Hellowood összefogó, meg tudja finanszírozni a fűtését, az meg fog százszorozódni. Pedig rendkívül egyszerű ötlet, azt is mondhatnám, hogy némiképp infantilis, de mégis működik. Csak néhány cím a világ különböző magazinjaiból. Ez pedig már jótékonysági aukciónak a képe, ami minden évben a egyik legizgalmasabb és szebb esemény a Design Terminálban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, hogyha van bármilyen kérdésük, felvetésük, kritikájuk az elhangzottakhoz, akkor örömmel fogadom ezt a szám, és még egyszer köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, és elindul megint a mikrofon, ha van bármilyen kérdés, hozzászólás, kritikai észrevétel. Mennem, akkor az idővelőre alattára való tekintetben folytatjuk a programunkat. Göncé Péter következik, a hashtag cseréd.org társalapítója, aki egyébként fejszámoló